Aztán a Paks legyőzte a Diósgyőrt, majd újabb vereség lett belőle. Lő a Debrecen, és egyenlít a Debrecen. Hát csak nem tudom befejezni a Paks kétarcúságával kapcsolatos gondolatot, de most már nem is erőltetem, mert egyébként a most meccsen belül kétarcú az együttes, megszerezte a vezetést, de a második fél elején egyenlíteni tud a Debrecen. Tomislav Szilis tapsol és bíztatja a csapatát, Kondás Elemér nem örül önfeledten. Korhut Mihály egyenlít. Itt jön befelé a labda, nem tud elfejelni a paksi védelem, Korhut érkezik, és belövi a labdát. Csernyánszki nem tudott leérni, ott eljött a labda a lábak között, Csernyánszki pedig nem tudott védeni.